Először is szeretném köszönteni a mai vitanapon a Magyar Köztisztviselő Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók szakszervezetének itt megjelent tagjai, tisztelt államtitkár urak, tisztelt kormánypárti képviselők, ott foglalnak helyet a szakszervezetek képviselői a karzaton, és figyelemmel követik ezt a vitát, amit itt a parlamentben mi lefolytatunk egymással. Teszik ezt azért, mert közvetlenül őket érinti az a téma, amit az LMP a vitanap közvetlen témájaként javasolt, itt az önkormányzati dolgozók bérének az emelésének kérdése, a közszféra bérhelyzete és Magyarországon az önkormányzatnak a helyzete. Ezt kértük, hogy Magyarországon a 2014-18-as ciklus gyakorlatilag utolsó parlamenti napján ezek a kérdések kerüljenek előtérbe. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elképesztőnek tartom, hogy látták azt, hogy a kiírásban fókusztéma volt az önkormányzati dolgozóknak a béremelése. Eddig 20 másodpercben esett szó erről a kérdésről. Mindenről beszéltek az égvilágon. A családpolitikájuk, a kerítésről, Soros, hogy minden volt itt a teremben. 20 másodpercig beszéltek ezeknek az embereknek a helyzetéről. Tudják, ezt nyilván azért tették, mert önök pontosan tudják, hogy adósai ezeknek az embereknek. Önök adósai annak a 18 ezer önkormányzati dolgozónak, és önök adósai a teljes magyar közszférának, mert önök 8. éve itt uralkodnak és basáskodnak Magyarországon, de nem voltak képesek rendezni ezeknek az embereknek a bérét. Önök úgy fogják lezárni ezt a kormányzati ciklust, hogy ez az adósság ott marad. De én megfogadtam, hogy az LMP az utolsó pillanatig fog küzdeni azért, hogy ez téma legyen, és önöket válaszra kényszerítsük, ugyanis önök egy teljesen cinikus és pikírt érveléssel mindent előhoztak itt, hogy a gazdasági teljesítőképesség függvényében fognak tudni majd bért emelni. Mióta hallgatjuk ezt a szöveget? Mészáros Lőrincnek is mondták azt, hogy majd a gazdasági teljesítőképességnek a függvényében fogja megkapni a jussát. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak a vejének is mondták majd, hogy a gazdasági teljesítőképesség függvényében fogja megkapni azokat a pénzeket, amiket az adófizetőknek kellene megkapni. Még hányszor halljuk ebben az országban, hány kormánytól kell azt hallgatnunk, hogy majd a gazdasági teljesítőképesség. A másik kedvencem az az egyeztetés volt. Önök azt mondták, hogy önök bíznak az egyeztetésekben. Hát nem bízni kell, meg nem hinni kell, hanem csinálni kell. Önök csinálták az egyeztetéseket, Pogácsás államtitkár úr ott a Zsőjékben, Rétvári államtitkár úr, Dömötör államtitkár úr, ön propagandista, de azért válaszoljon erre a kérdésre, lesz lehetősége rá. Mennyit egyeztettek önök ezekkel az emberekkel? Mandátummal nem rendelkező tárgyaló partnert küldött a magyar kormány az önkormányzati dolgozókkal való egyeztetésre. Ezt mégis hogy képzelik? És azóta sem reagálnak a megkeresésükre. Tudják, én azért tartottam fontosnak, hogy ezen a vitanapon ez a kérdés ki legyen rakva a placra, hogy pestiesen szól. Mert önöknek most válaszolnia kell. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, lesz béremelése az önkormányzati dolgozóknak, vagy nem a Fidesz-KDNP kormánytól? Tudják, a helyzet az nagyon egyszerű. Ezek az emberek sztrájkolnak. Az emberek nem jókedvükben sztrájkolnak. Az emberek azért sztrájkolnak, mert elégedetlenek. És szeretném behozni ide, ebbe az áporodott, avid, borzalmas ülésterembe azoknak az embereknek a hangját, igen, tisztelt államtitkár úr, borzalmas, mert önök meghazudtolják a magyar demokráciát, és önök nem foglalkoznak az emberekkel. Államtitkár úr, válaszoljon nekem arra a kérdésre. Mit foglalkozik ezeknek az embereknek a 8 évvel ezelőtt befejeződött kormányzásával? Kit érdekel, ahogy szokták mondani? A választókat se nagyon, már elnézést kérek, tisztelt képviselőtársaim, de engem aztán a legkevésbé sem az érdekel, hogy önök hogyan látják Gyurcsány Ferencnek és Bajnai Gordonnak a kormányzását. Engem az érdekel, hogy ezek az emberek ott fönn a karzaton megkapják a béremelést, vagy nem kapják meg a béremelést. 8 éve mesélnek nekünk mindenfélét. 8 éve mondják a magukét. 8 éve hallgatom azt, hogy önök bölcsődei férőhelyeket fognak létrehozni. Kikértem a ezt csak azért mondom, mert Semeci Gabriela ugye most hátul van, de hallgatja a képviselőtársam, kikértem a KS adatokat. Az önök kormányzása alatt csökkent a bölcsődei férőhelyeknek a száma. Ez a bölcsődei reform. Államtitkár úr, nyomjon gombot, legyen olyan kedves. Van rend ebben a házban, engem most figyelmeztetett Kövér László a minap, hogy ne legyek óvodás, hát nem akarok önnek hasonlókat mondani, de akkor nyomjon ön is gombot, én is nyomtam gombot, önöknek több ideje van, használja fel az időt. Szóval ezek az emberek sztrájkolnak. Nem tudják nem figyelmen kívül hagyni önök kormány oldalról, hogy 6. alkalommal megy a sztrájk, 5. alkalommal. 112 hivatalban sztrájkoltak. 7300 magyar dolgozó kiállt azért, hogy rendes bérük legyen. 18 ezer köztisztviselőnek az illetményéről van szó. 10 éve nem emelkedett ezeknek az embereknek a bére. Tudja, államtitkár úr, ön,
meg a másik államtitkár úr. Tudja, mennyit kerestek ezek az emberek? 100-120 nettókról beszélünk. 100-120 ezer nettókról beszélünk. És akkor itt szeretném felolvasni annak az embernek a hangját, aki ezt nap mint nap megéli. Szeretném felolvasni azt a levelet, mert önök nem foglalkoznak az emberekkel. Önök nem foglalkoznak az emberekkel, de én ide behozom a magyar parlamentbe, és felolvasom ezt a levelet, amit én kaptam, de önöknek szól, mert most önök vannak kormányon. És önök vannak annyian ebben a parlamentben, hogy béreket tudnának emelni. Figyeljenek ide, legyenek kedvesek. Számkivetetten a közszolgálatáért. Mindenki számára ismeretes, hogy a köztisztviselő illetménytábla 2008 óta nem változott. A köztisztviselők kimaradtak a béremelésekből és minden egyéb juttatásból, amelyet egyéb ágazatban dolgozók megkaptak az elmúlt években. Ezek a dolgozók, Rétvári államtitkár úr, ne távozzon, a közszolgálatában állnak. Magyarország kormányának mégis számkivetettjei. Nem értékelik a munkájukat, semmibe veszik az általuk elvégzett feladatokat, és az évek óta elfogadott köztisztviselők napjától is megfosztották őket. Mintha nem is léteznének. Ne sztrájkoljanak, ne követelőzzenek, örüljenek, hogy dolgozhatnak, s tegyék ezt némán. Holott egy köztisztviselő nem csak önkormányzati, de állami feladatot is ellát. És most figyeljenek, tisztelt képviselőtársaim, rám figyeljenek, ne egymásra, mert egy ember gondolatait olvasom fel államtitkár úr, figyeljenek ide. Mi történne, ha nem végeznék el a kötelező adatszolgáltatásokat? Ha nem kapnák meg a közfoglalkoztatottak a bérüket? Ha a képviselőtestületek előterjesztések nélkül üléseznének, ha nem készülnének jegyzőkönyvek, ha önkormányzati támogatás nélkül maradnának a rászorultak, ha nem lenne kivetve és behajtva a gépjárműadó, az iparűzési adó, ha nem lenne kijelölt házasságot kötni, ha nem lenne anyakönyvezve az újszülött és az elhunyt, ha nem segítenék a polgármesterek munkáját. Hogyan működnek nélkülük az önkormányzati intézmények? Igen, jókora káosz kerekedne belőle, ha ezek az emberek nem lennének. Ezt írták nekem, az érintettek. A köztisztviselők is képviselnek akkora értéket, mint más ágazatok dolgozói. Csak rájuk senki nem figyel. Ha jövőben nem történik változás a köztisztviselői illetmények vonatkozásában, ha ez a nemes szolgálat továbbra is háttérbe szorul, egyre többen fogják elhagyni ezt a szép pályát, indokoltam. Én azt gondolom, hogy ennek az elkeseredett köztisztviselőnek a szavai minél jobban rámutatnak arra, hogy mennyire néznek önök át ezeken az embereken, semmibe veszik őket. Ők most semmi más nem szeretnének, mint annyit, hogy az illetmény alap 38.650 forintról 60.000 forintra emelkedjen. Ez az, amit ők szeretnének. De nem csak magukért állnak ki 18.000-ükért, hanem azért a 200.000 emberért, aki a szektorban dolgozik, a közszolgálatban, és akik 10 éve semmit nem kaptak önöktől. Van itt pénz mindenre. Kiplakátolják hazugságokkal az országot, urizálnak, a miniszterelnök a várba költözik, a stadionok, és folytathatnám. Mindenre adnak pénzt. Államtitkár úr, Pogácsás államtitkár úr, ön válaszoljon erre a kérdésre. Miért nem adnak ezeknek az embereknek béremelést? Két kifogásról tudok. Az egyik Lázár János miniszternek volt a kifogása. Sajnálom egyébként, hogy egy miniszter se jött el. Szerintem nem az egyéni körzetekben gyűjtik az aláírásokat. Nyugodtan eljöhettek volna erre a vitanapra. Én ott fogom folytatni délután a munkámat. Önök hol vannak? Hol vannak ilyenkor? Tényleg, hol vannak a miniszterek? Jó, nézzük, mit mondott Lázár János. Közölte, hogy az önkormányzatokhoz az államnak semmi köze. Ezt mondta. Elég meredek állítás, de biztos, hogy az ő fejében ez így állt össze. És azt is mondták önök, hogy a sztrájk valójában egy kormány ellenes politikai akció. És a választásokat akarják ezzel befolyásolni. Hát ne haragudjanak. Az, hogy az emberek meg akarnak élni a bérükből, az egy alap. Az nem a választások befolyásolása, az a választások befolyásolása, hogyha önök nem adják meg ezt a pénzt ezeknek az embereknek, önöknek ezzel csökkenni fog a népszerűségük. Nem tudnak annyi soros plakátot kitenni az országban, hogy ezeknek az embereknek legyen vacsorára való, meg minden másra való a családjukban. És azt tudom önöknek mondani, hogy harmadik éve nézik tétlenül a dolgozók sztrájkját. Tehát már csak azért sem egy választások előtti politikai akcióról van szó, mert ez már évek óta zajlik. Önök kivéreztették az önkormányzatokat. 1302 önkormányzati hivatalból 303-ból sikerült csak megadni saját forrásból ezt a bizonyos illetményelemelést. Többiek nem tudták kigazdálkodni, mert régi magyar mondás, a nincsből nem lehet valamit csinálni. Oda kell adni pénzt az önkormányzatoknak. És én azt is tudom önöknek mondani, hogy amikor Orbán Viktort hallgattam, a miniszterelnököt, ugye azt mondta, hogy
fake news, álhír, ostobaság az, hogy önök az önkormányzatokat be akarják darálni, és hogy a kistelepülési önkormányzatokat el akarják tiporni. Tudják, ha nem adják meg a béremelést ezeknek az önkormányzatoknak, ez is gyakorlatilag a munkaerőhiány miatt azt fogja eredményezni, hogy szét fognak esni darabokra ezek az önkormányzatok. Magyarország területének a fele az 2000 főnél kisebb lélekszámú településekhez tartozik. 1,5-2 millió ember él a falvakban. Nem muszáj nagy felhajtással megszüntetni ezeket az önkormányzatokat, nagy törvényekkel, meg plakátkampánnyal, minden mással. Így is el tudják intézni államtitkár urak, hogy nem adják meg a béremelést, és el fogják szívni a munkaerőt más szektorok, meg más országok, mert ennyi pénzért ők ezt nem fogják tudni csinálni. Egyébként egészen abszurd a helyzet. Volt már arra példa, hogy településen hosszú ideig nem találtak az alacsony bérek miatt jegyzőt, pénzügyest, és így nem tudták elkészíteni ezen a településen a pénzügyi beszámolókat. Találják ki, hogy mennyire bírságolták meg ezt a települést. 54 millió forintra. Tudják, mennyi volt a falunak a saját bevétele? 25 millió forint. Hát hol van itt a ráció? Hol van itt az észszerűség? Hol van itt a struktúrált gondolkodás? Hol van itt a stratégiai gondolkodás? Mi az önök célja? Elmondom önöknek, hogy itt és most 42 milliárd forintról beszélgetünk. Az, amit ezek az emberek ott fönn a karzaton kérnek, az 42 milliárd forintból megoldható lenne. Mennyit kapott kormányzati kommunikációra, propagandára a kormány legutóbb? Ön egy igazi propaganda államtitkár, Dömötör államtitkár úr tudja, mennyit kapott? 46 milliárdot. Miért nem adták oda ezt a 46 milliárdot ezeknek az embereknek? Miért fontosabb önöknek az, hogy minket alázzanak óriás plakátokon, mint hogy ezeknek az embereknek legyen csekkre befizetni pénzt, legyen pénz arra, hogy a gyermeküknek vegyenek egy téli cipőt, és folytathatnám tovább, mert nagyon rossz bérekről beszélünk, itt ilyen problémák vannak. Itt nem az a probléma, hogy milyen autóból nézegetünk kifele, tisztelt államtitkár urak, ilyen luxusból vagy olyan luxusból. Itt az a tét, hogy van-e pénz bérletre, vagy nincsen pénz bérletre. És tudják, én ezeknek az embereknek az érdekeit képviselem. És furcsa módon itt a választások előtt, ezen az összellenzék által kezdeményezett vitanapon, én ezt azért tartottam fontosnak ezt a témát behozni, egyrészt, mert ezek az emberek nagyon küzdenek, és nagyon értékelem az ő erőfeszítéseiket, és szeretik minden lehetséges módon segíteni nekik, de ez egy állatorvosi ló. Mert ez, amiről ezek az emberek beszélnek, ez a dolgozói szegénységről szól. Önök ilyen elképesztő propagandát meséltek nekünk arról, hogy az elmúlt 8 évben milyen jól mentek a dolgok. Hát az biztos kihagyták a számításokból, hogy 2011-től 2017-re önök megkétszerezték a dolgozói szegénységet. És hogyha az önkormányzati bérekről beszélünk, meg a közféráról, önök, ha itt béreket emelnének, kompletten 300 milliárd forintra lenne egyébként szükség, a dolgozói szegénység nagy mértékben enyhülne Magyarországon. Mi kormányon a minimálbérhez fogjuk kötni az alapját a bértáblának. Itt kezdődik. És egy egységes közszolgálati életpályára van szükség. Nem pótlékolásra. Olyan béremelésre van szükség, ami az alapbérbe beépül, és onnantól kezdve végigmegy az egész életménypályán. Mi ezt kínáljuk ezeknek az embereknek, meg azt, hogy nem a Tiborcz Istvánnak fogjuk adni a 300 milliárd forintot, meg nem tudom mennyi pénzt, amennyit a korrupcióra ide-oda eltolnak, hanem ezeknek az embereknek fogjuk adni bérekbe oda, meg az egészségügybe, meg az oktatásban, meg fontos dolgokra. Ez a gond, tudják, a korrupcióval azon kívül, hogy egy hatalmas erkölcstelenség, hogy ezért nincs pénz ezekre az emberekre, mert akkor a korrupció, hogy elkezdték a propagandát csinálni, megy a pénz a korrupcióra, megy a propagandára, én meg itt kérem önöktől ezt a 42 milliárd forintot. És önök meg néznek, bújnak bele a papírjaikba, mert pontosan tudják, hogy ezt a pénzt nem fogják odaadni ezeknek az embereknek, vagy mégis. Tegyék meg, legyenek kedvesek, igazán megérdemelnék. És azért is állatorvosi ló ez a kérdés, mert rengeteg nő dolgozik ebben a szektorban. A nők és a férfiak között van bérkülönbség, strukturális ebben az országban. És az állami szférában 70-80%-ban nőtársaink dolgoznak. Annak a 200 ezer dolgozónak, akik 10 éve nem kaptak béremelést, ezeknek az embereknek a 80%-a nő. Ezért a nők teljesítményének és tudásának és társadalmi megbecsülésének is a kérdése az, hogy ez a szektor megkapja a béremelést vagy nem. A nőknek is tartoznak önök ezzel a pénzzel, nem csak a közszolgáknak. Én azt tudom önöknek mondani, hogy ragadják meg az alkalmat, a 20 másodperc az kevés volt, amit erre a kérdésre szántak. Minden egyes államtitkár legyen kedves, álljon fel, és mondja el, hogy hogyan lesz megoldva a közszférának a béremelése. És megkérem Demeter Márta kolléganőmet, hogy adjuk át az államtitkár uraknak azt a kitűzőt, amit én is viselek,
ami arról szól, hogy pártállástól függetlenül és pártpolitikai érdekeket nem képviselve ki kell állnunk a közszolgák mellett, bárhol is üljünk ebben a magyar parlamentben. Köszönöm, hogy végighallgattak.